Kedves diákok, kedves tanárkollégák, azért gyűltünk össze, hogy az 1956-os szabadságharcról emlékezzünk, ami ugye 23-án, 1956. október 23-án egy keddi napon történt. Remekül sütött a nap, nagyon jó idő volt, plusz 20 fok, körülbelül úgy, mint ahogy mostan is, vagy mostanság, és még a következő napokban is látható. És ennek talán egy kicsit magyarázata is az, hogy egyre többen túlultak az utcára magyarok. Olyan emberek, akik azt szerették volna, hogy olyan változás következzék be, ami már egy kicsit korábban elindult, hogy ezt valami megakasztotta. Arra vállalkoztam nagyon röviden, hogy egy picit visszapillantsunk, mi is vezetett 56 kirobbanásához. Tehát ne felejtsük el, hogy a Horthy korszak, amelyik egy nagyon érdekes korszaka volt Magyarországnak, sose felejtsük, hogy a mi iskolánk is akkor bővült, akkor lett nagyobb, a színvonal még tovább növekedett. Tehát egy ilyen korszak van, ami egy polgárosodás is volt egyszerre, egy kicsit egy a neobarokkos kor is volt egyszerre, megjelent a modernizmus, sok minden művészeti irányzatban, és ugyanakkor egyfajta konzervatív politikai felfogás is egyszerre volt jelen, tehát egy érdekes korszak volt ez. Nos, de ne felejtsük el, létezett egy Trianon, amikor Magyarországot tönkretették, és Magyarország, mivel szerette volna érdekű módon visszaszerezni a területeit, ezért lépett be a II. Világháborúba, ami jelentette aztán a Horthy korszak bukását, és annak a Magyarországnak a bukását, amely 38-tól szépen vissza-vissza-vissza tudott venni bizonyos elszakított területeket. Magyarország kényszerpályán volt. Belépettek háborúba, nem akartuk háborút, mi békében akartuk visszaszerezni jogos területeinket, azoknak sajnos egy nagyobbik részét, ahol magyarok tönnel laktak, sajnos nem sikerült, a háború pedig átment az országon, tehát a front borzasztó módon végig szállította hazánkat. És ekkor egy nem kívánt, egy nagyon-nagyon nem kívánt hatalom megszállt bennünket, 44 végén, 45-ben, ez a szovjet-orosz birodalom. Na ettől a keleti birodalomtól féltünk a legjobban. Egy primitív birodalom volt ez, egy véreskező Lenin, egy még véresebb Sztálin vezetésével, ahol egy munkás paraszt hatalom jött ugyan létre, de a maga primitivizmusával, a maga barbarizmusával együtt, és főleg, amit ugye nekünk, ezt most érteni fogjátok, bűnös ateizmussal. Egy vallásos ember az erőszakos ateizmussal nem tud mit kezdeni. Magyarország egy keresztény ország volt, hogy milyen szinten, erről lehetne vitázni, de egy keresztény országra ráerőltették egy olyan ideológiát, amiből nem kértünk. Ez volt a Rákosi vezette időszak 45 után, tehát szovjet hatalommal olyan emberek kerültek a vezető pozícióba, akik nem választottunk, akiket nem akartunk, hogy az akkor élt magyarok nem akartak. Borzasztó dolgok történtek, 900 ezer ember ellen folyt eljárás, több száz ember akasztottak fel, és kihoztak borzasztó módon különböző börtönökben, András út 60 vagy Recs, hosszú a lista, hogy hol. Megszűntek a szabadsági jogok. A legfontosabb talán a vallásszabadság sem működött. És az, hogy nem létezett gyülekezési szabadság, vagy átalapítási szabadság, de ami legfontosabb, legszörnyűségesebb, hogy az ÁVÓ, az államvédelmi osztály, hatalom, aztán olyan diktatúrát gyakorolt, amiatt a magyar társadalom elege lett, és hogy miért pont 56 októberében, mert Kelet-Berlinben is megpróbálták lerázni, Lengyelországban is megpróbálták lerázni ezt a szovjet igát, és ez 56-ra nálunk két hétre sikerült. Azonban, és akkor most már is kanyarodunk a mai előadásunkhoz, a 11. ások fognak nektek bemutatni, egy diákunknak az életét fogják persze nagyon röviden feldolgozni, egy volt diáktársatok, a 56-ban szabadságharcos volt, a híres Mecseki láthatatlanok egyike, egy szakaszparancsnok, ez Málics Ottó, az az ember, aki tehát ide járt, ha úgy tetszik, diáktársatok volt, aki amikor Budapesten már úgymond elbukott ez a két hetes szabadság, elbukott a Nagy Imre kormány, és utóvét harcok indultak el, sőt, Budapesten már elcsendesedtek a harcok, akkor a Mecseken folytatódott, és itt volt legtovább a magyar szabadság zászlaja magasra emelve, a Mecseki láthatatlanok egyike, őse, tehát Málics Ottó, melyeket esek megjegyezni a nevét,
és most nézzük meg az ő életének egy nagyon rövid epizódszerű bemutatása, életének végét. Thank you.
Új munkatársat kaptam. Már nem kérdődik munkába, hogy azt hiszem, találkoztam is már rá. Talán pár évvel lehet fiatal. És? Mi is? Elhívtak valahová? Tudod, hogy már 25 évesen is egy jogákat szeretnék. Nem anya, nem itt van a sehol. Ja? Ez nem mivel sehol. Soha. Majd az öccse. Meg ő is mindig sokkal jobban megy minden. Thank you.
De, de, igen, kérlek. Jól köszönöm, hát, kenyeret, szalom meg. Ja, erről már beszéltünk. Abba ne kérdsz, hogy elvégezzük. Ja, nem egyszer, ki fog mindjárt. Abba van egy bátyám. Van egy bátyám, sokkal sikeresebb az életben, mint egy bármikor lesz. És mi lesz velünk arra, nem gondolod el, mi fogja csinálni a családoddal? Majd ő megvéd benneteket, abba érts meg, tennem kell volna. Akkor menj! Miért? Nem, hogy elmondod a döntést! Hát,
tudom meg előtt elsőre! Elvesse bármimet! Elvette! Elvette, mert engedtem neki. Ennyi kész. A végét már láttátok a szabadság szerelemben, tanultát a történelem órán, talán még nagyszüleink is mesélték. Engem most megölnek. Megölnek, mert hittem a szabadságomban. Nem tehetek már semmit, itt van vége a dalnak, és meghagyjuk az utóporrat, hogy kielemezze a magyar nép újabb vereségét. De valahogy, valamiért, még mindig itt vagyunk. Szerintem ez jelent valamit. Adhat valamit. Remény talán, akár hitet. De egy dolgot mindenképpen ad, ezt jól tudom. Az pedig egy példa. Meglátták a problémát, meglátták a gondot, majd pedig mindent eldobva, összefogtak ellene, és igen, életüket áldozták, és megérte. Igenis megérte.